És akkor azt hiszem, hogy most kell odaadni neki. Na, ennyi volt. Még egy szintlépés, támadásom növekedett, még egy kombokártya, a Dynamite. El nem kell kommentálnom, hogy ez mit akar, mert már elmeséltem. Úgyhogy szépen haladunk tovább. És akkor következő áldozatunk a Once Bitten, ugye a csávó, akit megharaptak, és ugye külön Zombrexet kell még majd pluszba szereznem, illetve a Lootershopban 50 ezer tudok gyűjteni, lehet, hogy ez így fog történni. De most ami biztos, most kimegyek a bejáratnál, úgyhogy kell tennem egy kerülőt, mert csak így tudok menni, és illetve ott hátul a színpad mögött lesz még egy... Most me... Ne! Nem! Hülye vagyok! Gyertek csak velem! Gyertek csak velem! Tudok még egy Zombrexet! Eléggé nehézkes a megközelítése, de megoldható. Van itt kard meg fakard. Köszönöm a segítséget, de nem sikerült. Ide gyertek a színpad hátsóra felébe. Ide fölmászok. Van itt gáz, benzin, meg külön alien cipőt is fel lehet venni. Most itt maradtok szépen, addig én csinálok egy-két dolgot. Egy-két fontos dolgot elvégzek magamnak. Ott a karbantartó szoba egyébként. Tehát ide is behurcoltam volna őket. Látjátok azt az alien maszkot? Meg kell hozzá még ékszer. De ugyanúgy, mint a lézerkarthoz, itt már lézer szemeket tudok csinálni. Bedesz fegyver ebből. Csak itt az Uranus zónában meg kell keresni az inspiráló movie postert, és akkor ezzel be lehet gyűjteni az alien maszkot. Van egy Zombrex itt a titokban elrejtve, ezt a robotot is jegyezzétek meg, ami itt van. Itt a Cryopod, amiről beszéltem. Itt van a Fortune City bankja, ahol külön a páncélszekrényeket is lehet begyűjteni. Itt 10 000, jó. Hol van a men's sportbolt? Nézzétek, ott az inspiráció. Az a póster ott. Az a harmadik. Az Uranus Invaders. Uranus Invaders. Lézerszemek. Igen! Ez a lézerkard 2.0, amivel még lőni is lehet. És egyébként ilyen tűzalapú sebzést lehet okozni a zombiknál. Nekem az egyik kedvencem van. Mansport. Itt vagyok szembe velem. És akkor... Itt hátul van egy ajtó, amit nem lehet kinyitni. Aha, látjátok. És lesz még egy. Azért nem volt meg az összes, mert itt vannak még erejtve egy pár. Egy pár ilyen dummy. Don't you be a dummy, buckle your safety belt! Don't you be a dummy, buckle your safety belt! Teniszütő, meg fénybaseball ütő, ami konkrétan úgy működik, mint a golfütő lenne. Na, dummy punched! All dummies punched! Ennyi. Na, és akkor szépen ezt visszahúzzuk. És akkor van itt egy olyan, hogy itt szembe van itt egy ajtó, amit erről az oldalon nem lehet kinyitni. Viszont itt úgy lehet megközelíteni, hogyha itt felmászok valahol... Azt hiszem valahol itt. Valahol itt föl kell mászni, és akkor kell tenni egy kerülőt, és akkor lehet Zombrexet, meg a ninja ruhát is felszedni egyébként. Valahol itt meg lehet oldani egyébként. Egy pillanatot kérnék, gyorsan megcsinálom. Van még idő, nyugalom. Itt lehet közben mini játékokat is játszani, de azon majd később foglalkozok. Illetve azokat is le lehet kapni, és akkor erotika bónuszt kapsz. Jó sokat. Valahol itt föl lehet mászni egyébként. Na, itt van még egy karbantartó szoba. Itt van kalapács egyébként, meg aksi, amivel plusz még egy nagyon érdekes fegyvert lehet készíteni. Valahogy ott kell fölmászni egyébként, valahol itt. És azt hiszem megvan a módja. Már várjunk csak. Ott a WC. Itt. Igen, itt kell bemenni. Itt a lépcsőn föl, itt oldalt, itt kijössz,
És akkor annyi van, hogy kitörjük az ablakot. És akkor itt kell kimenni egyrészt, egyik oldalra. Ott lehet találni egy harci bárdot. Claymore-aknak meg plüss elefánt. Ez egy nagyon hasznos, de... NAA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 A
Ezt a noclip-pel. Na szóval, tehát még egyszer, itt be, itt föl. Betörted az ablakot, itt ki kell mászni. Másik oldal, itt fölmászol. Itt egy csomó dolgot össze lehet gyűjteni. De az biztos, hogy itt át kell kúsznod. Itt a kéz alatt egy csomó pénzt össze lehet így gyűjteni. Még egy sniper puskát. És akkor ott van egy katana, ami egyrészt nagyon fontos számunkra. Viszont itt azt hiszem a szörnyre, a karra rá kell ugrani, azt hiszem. Igen. A kézen átgyalogolunk. És akkor van egy olyan, ide átugrunk. Itt van egy M16-os puska. Nagyon jó, jó, ez egy nagyon jó hely, ez nagyon jó secret hely egyébként. És megint elrontottam. Úgyhogy megint vissza kell futnom. Ide kell majd menni elvégezni a pszichopata fightot. Úgyhogy most megint visszajövök. Az biztos, hogy úgy csinálom meg, hogy először megcsinálom a túlélőket. Aztán fogok visszajönni. Itt valahol lehet zombrexet begyűjteni egyébként, tehát biztos vagyok benne. Tehát nem ott, hanem így visszafordulva errefelé kell haladni. Vinyl izéhez lemezek. Itt felmászok. Ott van egy katana. Itt erre ráugrunk a karra. És akkor a hüvelykújon keresztül ugrunk át a túloldalra. Így né. És akkor csinálhatok egy olyat, hogy errefelé futtok és be lehet gyűjteni ilyen tézert. És akkor itt leugortok, de ne csináljátok. Hanem itt felugrotok. És itt átugrotok. És akkor itt bent vagyunk. Egyrészt ide ki lehet jönni. Itt egyéb dolgokat is be lehet gyűjteni, itt meg, és ide kell majd beesni, de mielőtt még megtennétek, még azért nézzetek körbe, még ennél a szobarészlegnél. Sör van, léc van, minden van. Ott van cementvágó is, egyben kombófegyver, egy sör. Mondjuk innom kell egyet, mert ez most nagyon rosszul esett nekem ez a sok zuhanás. Wham! És akkor ott essünk be a bajukba. Itt. És itt van egy kulcs. Egy csomó pizza, sör, shotgun, pisztoly. Egy öltöző részleg, ahol az alien ruhát fel lehet venni. És ezt az ajtót kinyitjátok, és akkor a menszporttal szemben találjuk magunkat, és innentől ez az ajtó már nyitva van folyamatosan. És ha valami nagyon jó cucc kell, valami felszerelés, csak ide bejöttök és be tudjátok magatoknak gyűjteni. A zombrexet az valahol itt is lehet találni egyet, csak most rohadtul nem emlékszem rá, hogy hol lehet. De most az a biztos, hogy menekítsük ki a túlélőket, amint minél előbb. Miközben úgy, hogy el kell mennünk. Valahol találtam egyébként zombrexet valahol, csak ezért rohadtul megfeledkeztem róla. De most, ha már ennyi sok kulcsot összegyűjtöttem, akkor megmutatom, hogy hogy működik egyébként. Ide be kell mennem. Egyes megvan. Ezzel 50 ezeret lehet összegyűjteni, ez nincs meg. Itt a 666-os, itt egy plusz pénz van. 329-es még nem lehet. Shotgun van itt, a 97-es, ez még plusz pénz, 100 ezer, 52-es megvan plusz pénz, 100 ezer, 44-es megvan plusz pénz, ez csak egy kis 100-as, a 40-es megvan itt plusz 100 ezer, akkor itt a 9-es, a 999-es, itt az Zombrex, most már nem kell tartanunk attól, hogy nekem is kell meg Lennynek, Jarednek is kell, 185-ös még nincs meg,
a 15-ös, a 45-ös, a 112-es, a 673-as, még egy Zombrex és ékszer. Ez tök jó volt. 1-es, 3-as. Ezek még nincsenek meg. Itt egy money case. Tízezer. 83-as, a 304-es, itt van a Gambling 3-as magazin, a 69-es, meg egy dildo, és a 764-es, amiben még egy revolvert is találunk. Heck yeah! És nézzük, ha felveszem, akkor mennyi van benne. 120, tehát a Soldier of Fortune pak működik. De most haladjunk szépen tovább visszafele. És látjátok, most már majdnem 500 000 van. És akkor most kijöttem. Ott a kalapács egyébként. Tehát ezt nagyon jegyezzük meg, ezeket a dolgokat. Most az lesz a feladatunk, hogy ki kell mennünk a safe house-ból. Vagy az uránozónából. Ki a parkba, át a bárba. Most ide rendeltem őket egyébként. És most itt ki kell engednem őket. Szépen megindult mindenki. Hogy szépen libosorban jönnek utánam. És akkor... Igen, erre. VIP access. Van egy sanda gyanúm. Majd ezzel foglal... Várjunk? Na, ingyen le fog járni az idő, úgyhogy nem volt jó ötlet, hogy oda rendeltem őket. Úgyhogy most vissza fogom vinni őket a színházba. A színpadhoz. Mert ide nem tudnak fölmászni a hülye zombik. Úgyhogy szépen ők visszamennek. És megcsinálom a pszichopata fightot, ugye a familiar face ügyet lezárom. Ott még rohangálnak a hülyék, de annyi baj legyen. És akkor bejelölöm. Igen, itt egy Riotly mini játékot lehet játszani, szintén PP-t lehet gyűjteni, tehát a PP bónusz az itt megvan. Most szépen ott vannak a túlélők, senki nem izé bajlódik. Meg tudják védeni magukat addig is. Na. És akkor annyi biztos, hogy itt nem tudok menteni, viszont checkpointot kapok. Úgyhogy kezdjük el a boss fightot. Oh, I see. You're losing the courage.
what needs to be done. Well, I have the guts, and I'm taking this thing all the way. És igen, Vickit elveszítettük. Tehát őt nem tudjuk itt megmenteni. Érdekes, most nem írta ki, hogy Vicky meghalt. Igen, itt most lehetne, le lehetne kapni, hogy így elvágja a saját torkát a Brandon, ami majd a legyőzése után is meg fog még egyszer csinálni, szóval... Üvegszilánk ki... penge. Ja igen, van itt egy bónusz támadása, hogy kilöki a zombikat a WC-ből, és rámuszítja. Meg ugye itt a pszichopatáknak itt új életenergia csík rendelkezik. Ennyi a különbség igazából, de láthatjátok, hogy a Super Slicerre mindjárt leszedem. És ennyi volt Brandon, tehát ez még könnyebb volt, mint annó az alapjátékban. És igen, ugyanúgy hal meg. Tehát ez nem, nem különbség. De, tehát ez nem kétség. Itt annyiban különbözik, hogy Vickit ugye megölte. De ugyanígy végez magával, ugyanúgy, ahogy Vickivel is. Csak sajnos itt nem tudjuk megmenteni. Érdekes, a bal nyakánál lett megharapva, ott nincs seb, viszont a másik oldalt igen. Tehát nem tudom, mi történt vele. Oké, az alapjátékban se volt ilyen, de hát... Seriously, ha már mindent részleteznek, akkor ezt miért nem? Anyway... Na! Ügy megoldva, a következő ügy az már majd később, amikor vissza kell menni majd a safe house-ba. De most ezt lerendeztük, így most nem fenyeget semmi, hogy jól vissza kell futni valahová, hanem most így a többi túlélővel tudok foglalkozni, és szépen visszamegyek a safe house-ba. Konfrontálódni a Cure-rel. Igen, igen, ez most ez egy új küldi. Nincs valahol valami hitóka, vagy mondjuk egy chips. Ennek nagyon örülök. Igen, ezeket elolvastam, ezt vissza, és akkor csináljunk egy plusz mentést. Biztos, ami biztos. És akkor nézzük meg most, mennyi az óra pontosan. Hát több pénzem van, mint PP. Anyway. Na nézzük. Igen, vissza kell menni. Once bitten. Franknek nem sokára kell Zombrex. Azt mondja... Igen, a Palisades Mallban most lesz egy új túlélő, mert most ugye most 26-a van. És egy jó is, hogy most így visszamegyek a Jaredhez, beadni neki is a Zombrexet, hogy majd a Palisades Mallba vissza kell mennem. Igen, most egy bazi nagy kerülőt kell itt csinálnom, de hát így alakult, sajnálom. Szépen haladok visszafele, és az lesz... Ugye most két Zombrexet is összegyűjtöttem, úgyhogy nekem is jut, Jarednek is jut, és ugye még marad még a következőre, illetve majd találkozok Svennel, ő is szintén fog adni Zombrexet, úgyhogy jöjjenek a drágalátos kollégáim! Még bírja még, ez durva. Randolph, mit csináltok? Ne! De Walter, mi az anyádat csinálsz? Most miért akarsz... Miért fordultál vissza? Randolphot megint kezelésbe kell vennem, mert annyira hülye volt. Hopp, elpakoltam. Ez nem volt jó ötlet. A zombi nem hagyta, hogy behúzzam a motort. Igen, itt úgy van, hogy itt rögtön pályatöltés van, hogyha átmennek a túloldalt. Igen. Most kim vagyunk így ezzel a kacskaringós átjáróval, így most így megyünk ki a parkba. És akkor most az jön, hogy... Itt tovább. Ezen az úton tovább a Silver Strip felé.
az lett volna a taktikám, hogy izével szedem le a gépfegyveremmel Brandon, de megfeledkeztem róla, és inkább gyors dolgot csináltam. És most az lesz a biztos, hogy ura, kinyitom ezt a szart. Mindenki befele. Befelé, 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 befelé. Jó, ott vannak. Addig én szépen itt átmegyek a szomszédba. És Jarednek beadom az Ombrexet. Aki ugye itt van hátul. Ez szarrá van harapdálva. Szóval most nem a Royal Flush Plaza-ban lévő Willy Travels-ben találjuk meg, hanem itt. És ugyanazt kell csinálnunk, csak most így itt van. Game over, dude! Game over! Ez izé Aliens utalás. Na, adjuk be neki az Ombrexet. Le is kaphatjuk, hogy beadja magának. Ez már 2000 pp. Fantastic! És akkor mehetünk? Na. És akkor ő is jön velünk. És ők szépen ki akarnának jönni, de nem tudnak. Na. És akkor lesz itt egy olyan túlélő egyébként, ha nem, akkor megeszem a kalapomat. Na, mindenki itt van. Szóval itt elvileg lesz egy olyan túlélő, akit úgy kell majd megmenteni, nagyon eléggé vicces dologban, de itt kellett volna történnie, amikor Kenny Dobban megmutatta a Retrosokban a Chopping Mall című filmet, hol volt egy csaj, aki a leghülyébb módon bújt el a robottól. És most nem a sóskástára, nem a benzines kannára, és még nem is a pókokra gondoltam. Emberek, befele! Úgy néztek rám, mint Rozinka a hanglemez kiadóra. Fura volt. Na mindegy, valahol... Itt azt kell majd észrevennünk, hogy van itt egy csávó, aki valahol ott fog kapaszkodni. Itt a sportbolttal szemben. Nem, ahogy nincs itt senki. Pedig úgy lett volna, hogy most már 26 van, és... este 24-től már 8-ig már itt kapaszkodik valaki. Pedig itt kéne lennie. Jó, ezt beszoptam, de rendesen. Megőrülök. De van, lesz itt majd egy túlélő, aki egy titokban, nézem, 4 óra van. És elvileg az van, hogy 24-től, tehát éjféltől reggel 8-ig itt lesz egy személy. Aki itt kapaszkodni fog itt a Palisades Mallban. Itt fönt, pontosan itt fönt. Egyszerűen nem értem. Mindegy, akkor őt nem fogom tudni megmenteni, akkor őt le is szarom, de jó, mélyen. Úgyhogy marad az a technikám, amit alkalmaztam, úgyhogy hozhatok magammal mindenkit. Csak Randolph meg ne dögöljön, mert akkor katapultálok. Akkor szépen jön mindenki velem. Mindenki megvan, mindenki jön utánam. Most női karaktereket nem láttam, és egyébként ez is férfi lett volna, aki kapaszkodik. Szóval az Erotika magazin az most így többől eldobhatnám a francba, de nem teszem. Viszont most visszamegyek, és ahogy megígértem, a Slot Ranch kaszinón keresztül...
Slot Ranch Casinon keresztül megyek a Royal Flush-be és vissza a Safe House-ba. Itt van mindenki, haladunk. Igen, és akkor most irány a Royal Flush, és akkor vissza a Safe House-ba. Tehát ezeket most már megmentem, az tuti hetsz. És akkor még... még négytől még itt le... Mennyi van most? Fél! Most visszamegyek, mert elvileg itt van az Angel Last, most koncertezne egyébként. Így négytől délután kettőig. Ezt is fölírtam magamnak, úgyhogy lehet, hogy most visszajövök, és lehet, hogy ott fognak majd kornikálni. És akkor lehet, hogy őket is tudom hozni magammal, és már lesz csaj a putriban, tehát akkor még mintha két csajt vinnék magammal. Maradjatok itt! Nincsenek itt, de basszus, nem igaz már! Akkor mi a francnak írta ki a Wikipédia ezeket az időket, amikor meg se jelennek? A tököm ki van most már! Jó Istenem! Köszönöm, kedves Wikipédia, hogy szapotálod az érzéseimet. Komolyan! Hát basszus, le volt írva, hogy ettől eddig fognak megjelenni. És le is írtam pontosan. Nem, nincs olyan, hogy összekevertem volna az AM-et a PM-mel, tehát a délelőtti időszámítást a délutáni időszámítással. Nincs az az Isten. Szépen leírtam magamnak. Akkor ők is az lesznek, hogy jó, nem lesznek megmentve. Na így is már szenvedek ezzel a Rahedli férfival, aki nem képesek tököt növeszteni és megmenteni magukat. Hogy akkor ezt, őket elviszem a Royal Flush Plaza-ba, aztán majd, utána nézek, hogy mi az Isten van itt tovább. Na, az biztos, hogy ezekkel a túlélőkkel fejezem be a mai fejezetet, mert most már így agyilag zokni vagyok. Nem tudom, mi a francot kéne csinálnom, hogy egyszerűen jelezzem, hogy vagy mit csináljak, hogy konkrétan a titkos... a titkos túlélőket elők teremtsen. Úgy van. Még az egyik Luther fogja megölni, na akkor megőrülök. Curtis meg Randolph van a legnagyobb bajban. A shortcut még mindig nem működik, mert Linettet még mindig nem mentettem meg. Most hát még az később oldódik föl. Szóval nagy bajban vagyok így most, gyerekek. Nagyon nagy bajban vagyok. Senkit nem fogtak még le. Halleluja! Lassan már új fegyvert is kell készítenem, ez mindjárt szétesik. Mindenki megvan, hál' Istennek, te mert mi az anyádat maradsz le? Eddig bírta. Na most már valakinek visszajött a füle a sok zúgás véget. Szépen fogom ezt a kést, és akkor felhasználom egy izére. Lassan nekem kell az Ombrex. Be kell vennem az Ombrexemet, vagy be kell lőnöm magamat. Most ezek nem voltak képesek egy sorba menni, egy sorban izélni, egy sorba haladni, mint a tehenek. Nem így. Egy PP-t azért kaptam.
Jó, és akkor egy 17-es szinten fogom lezárni ezt a mai fejezetet, az biztos. Ennyi volt a mára, már most mondom, hogy köszönöm szépen a figyelmet. Még 2 óra is be kell lőnöm magamnak az Ombrexet, mert hát én is zombi fertőzött vagyok, de legalább nem 2 évvel kell foglalkoznom, hanem inkább magammal. Úgyhogy megeszek egy kis chipset, és akkor utána megmentem a túlélőket, és akkor ezzel lezárom a mai napot. Megint a kukászsákot veszem elő, mert olyan szépen egymásra vannak pakolva ezek a nyomvatájtemek, hogy egyszerűen nem igaz! Már itt kaptam kombót, pont a legszarabb fegyverhez, kombó összeállítást. Úgyhogy most megpróbálom kideríteni a titkos túlélőket, akik elvileg a mai nap lehetne begyűjteni őket. És akkor most betuszkolom a túlélőket itt a safe house-ba, ezt a Rahedli férfit, aki nem képesek tököt növeszteni és megvédeni magukat, aztán mentek egyet. És akkor a következő fejezetben földerítem a maradék titkos túlélőt. A 19-es szintű, jaj de jó, kombokártya, Heli Blade, ami a, ugye a játékhelikopterrel kombinált macsétás dolog. Vágófegyverként meg a drónként is lehet használni. Illetve a Fire Spitter is, ugye a Nerf puska meg a fákját, parti fákját is lehet használni. Illetve az életenergia most már 8-as szintűre regenerálódott. Új skill move-om, a Jodo dobás. Ez az, amikor hátulról fognak meg, akkor el tudom dobni az ellenfeleket. Még egy... Ja, megálltott a Fire Spitter. Igen? És akkor még konfrontálnom kell a Cure-ral kapcsolatban. Ugye most itt mentek, és akkor mondom a következő részt, azt majd a izével fogom végig tolni. A következő fejezetben haladok tovább a sztorival, illetve a túlélőket próbálom még felderíteni, hogy ki hol van még. Na! Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további Rage és zombimentes napot, szép napot mindenkinek. Sziasztok! Frank West is back in the game.